Áder János mély megrendüléssel fogadta a tragikus hírt a csütörtök esti nizzai támadásról. A magyar köztársasági elnök táviratában fejezte ki részvétét az áldozatok rokonainak és hozzátartozóinak Magyarország és a maga nevében. Hangsúlyozta, az alattomos tett megerősíti közös meggyőződésüket abban, hogy mindent meg kell tenniük, hogy a békés emberek életét sehol se fenyegethessék a terror és a pusztítás erői. Ebben a küzdelemben pedig Franciaország a továbbiakban is számíthat Magyarország támogatására, fűzte hozzá a magyar államfő. Orbán Viktor szerint megdöbbentő és elfogadhatatlan, ami Nizzában történt. A magyar miniszterelnök is együttérzését fejezte ki François Hollande francia köztársasági elnöknek. Alexander Vučić kormányfő, Maja Gojković köztársasági házelnök és Siniša Mali belgrádi polgármester is táviratban fejezte ki együttérzését a nizzai terrortámadás miatt. Vučić pénteki sajtótájékoztatóján elmondta, Szerbia teljes szívvel a francia nép mellett áll a támadást követően. Francuskim prijateljima želimo da pobede ovo zlo, želimo francuskom narodu da bude jak kao i uvek i francuskoj državi da se snažno obračuna sa teroristima, onoliko malo ili onoliko skromno koliko mi možemo i ako možemo da pomognemo, mi smo na to uvek spremni. A szerb kormányfő szerint a terrortámadások következményei politikai és gazdasági szempontból is komolyabbak és nehezebbek lehetnek Európára nézve, mint amilyet a szeptember 11-i merénylet okozott az Amerikai Egyesült Államoknak.